karácsonyi vacsorához én egy ünnepi, nagyon elegáns kacsamell salátát szeretnék önöknek ajánlani, sült sütőtökkel, gránátalmával és egy picit keleties ihletésű, csípős, édes, nagyon különleges öntettel. Már is mutatom, hogy hogy készül. Ennek a salátának a főszereplője természetesen a kacsamell, úgyhogy ennek a sütésével indítok. A kacsamell szerintem az egyik legfinomabb, legnemesebb hús, tényleg nagyon könnyű vele dolgozni igazából, és nagyon-nagyon finom. Kacsamell készítését már sokszor bemutattam, és a lidlkonyha.hu oldalon ugye a receptjeink között egyébként számos változat szerepel, úgyhogy ha van kedvük, akkor ott nyugodtan tobzódhatnak egyébként a többi receptben is. A kacsamell beírdalásánál az nagyon fontos, hogy ugye szépen vékonyan írdaljuk. Aztán a kacsát sózzuk természetesen, elég gazdagon lehet nyugodtan. Felhevítünk egy serpenyőt, először egészen szárazon, és éppen csak egy cseppnyi olajat teszünk bele, és akár rögtön bele is tehetjük. És a Lidlben most az ünnepekre tényleg rengeteg különleges húst is tudnak választani, illetve aki mondjuk halazni szokott karácsonykor, friss ponyfilé, lazacfilé, hátszín, liba, kacsa, minden van, úgyhogy nyugodtan válogassanak azt szerint, hogy ki mit szokott készíteni. Szép arany színűre kisütjük, ilyen színűre, és amikor ez megvan, akkor megfordítjuk, és így ahogy van, ez bemegy a sütőbe, 160 fokon, olyan 10-12 percig sütjük. Ez a 10-12 perc, mielőtt megsül a kacsasült, pont elég arra, hogy összeállítsuk az öntetet. A legklasszabb benne az az, hogy olaj egyáltalán nincsen benne, és ennek ellenére nagyon klassz, nagyon intenzív, és nagyon-nagyon jól működik majd ezekkel az alapanyagokkal. Az alapja nem más, mint a szójaszósz. Aztán kell bele narancslé, cayennebors, friss reszelt gyömbér, és végül a méz, körülbelül egy evőkanálnyi kell bele. Ezeket az alapanyagokat alaposan elkeverjük. Ha ilyenkor megkóstolják, akkor úgy fogják érezni, hogy egy picit túl sós és túl intenzív, de ennek pont ilyennek kell lennie, ugyanis mire összekeverjük majd a kacsával, ugye lesz még benne zöldség, sült csütörtök, gránátalma, rukkol, egy csomó minden, addigra ez nagyon szépen felveszi majd ezeket az ízeket. És akkor már nem is marad más hátra, mint a saláta összeállítása. Ugye egyrészt van maga a kacsamell, a főszereplő, sült sütőtök, ezt én már szintén előkészítettem, és ezt nyugodtan ilyen nagyobb, rusztikusabb darabokban meg lehet sütni. Narancsfilé, narancsgerezdek. Ez egy narancsfilé, egy narancsgerezdfilé, ezt fogjuk majd használni a salátához. Felszeletelem a kacsamelleket. Jöhetnek rusztikusan a sült sütőtökök, aztán jöhet a gránátalmának egy része. Most jöhet rá az öntet, amit nyugodtan egy evőkanállal szépen egyszerűen csak rá csorgatunk. Néhány narancsfilé, és a tetejére egy nagy marék friss rukkola, azt tényleg az utolsó percben kell rátenni. Íme tehát az ünnepi kacsasaláta sült sütőtökkel és gránátalma maggal. Remélem, hogy akár a karácsonyi vacsorához tényleg ki is fogják próbálni, szerintem nagyon-nagyon finom, szuper egyszerű és elronthatatlan, úgyhogy nagyon jó főzőcskézést, készülődést kívánok önöknek, és természetesen kellemes ünnepeket. Ha tetszett ez az étel, nyomjanak egy lájkot, ha pedig további receptjeinket szeretnék megnézni, akkor kattintsanak a lidlkonyha.hu weboldalra, és természetesen kövessenek bennünket a YouTube csatornánkon is.